Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban a KOS jegyében születetteknél? Én is ide tartozom, mert én is a KOS jegyében születtem. Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást, a díjam 4000 forint. Először mondanék valamit az asztrológiát illetően. Ráhu az a felfele mozgó kármikus csomó, utal egy új irányra, kiútra, változásokra. Uránusz bolygó visszafele tekint, és Uránusz bolygó hatása alatt szintén változásokról van szó. Az indiai asztrológia szerint mindkettő, tehát Ráhu is és Uránusz bolygó is a KOS jegyében mozog, tehát kihat ránk, itt változásokról lesz szó. Jupiter bolygó az hozhat szerencsét, vagy utal egy bírósági ügyre, igazságra, igazságtalanságokra, az a szomszéd jegyben van, a halak jegyében, itt előre mennek a dolgok, folyamodnak az események. Jupiter bolygó szintén visszatekintő, itt még át kell vizsgálni valamit, tehát visszatekinteni. Neptun bolygó szintén visszatekintő, és a vízöntő jegyében van. A vízöntő jegye és a KOS jegye között van egy jó kapcsolat, tehát Neptun bolygó szintén jól hat ki ránk. Itt az intuícióról van szó, az inspirációról, az álmainkról, a vágyainkról, és ez az álom megvalósulhat. Mars bolygó jelenti az élet erőnket, vagy a lelki társunkat. Ott van a szomszédban, a Bika jegyében, itt is, ugyanúgy, mint Jupiter bolygónál megvan a bizalom, a közelség, és Mars bolygó energiája szintén jól hat ki ránk. És most megnézzük ezt a kirakást. Ha egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, a lelki társad vagy a férfiak itt láthatóak. Itt ezek a kártyák jelzik azt, hogy mi köt össze benneteket. Itt lesz egy jó hír, egy kapcsolat. Lesznek változások, erre utalnak, itt a gólyák. A hajó jelenti a reményt. Mivel itt a ház szintén megjelenik, utal az otthonotokra, és a gólyák jelenthetik a költözködést, és akkor itt ennél a levélnél szerződésekről van szó. Ez a koporsó jelenthet régi témákat, vagy lezár valamit, mint például a zárkózottságát, hiszen itt előtte ez a könyv jelent tudást, továbbképzést is, de a zárkózottságát is. Itt szerencse van a szerelmi élet területén, itt megvan a magabiztonság, azon kívül ez a kulcs kinyitja az ajtót, itt vannak lehetőségek, és lesz mozgás, előre mennek a dolgok. Itt megvan a kapcsolat, vagy a házasság, itt a lilium utal a tisztaságra, vagy tisztázódik valami. A halak jelentik a belső értékeket, tehát értékes vagy számára. A halak jelentik a pénzügyi dolgokat is. Itt egy vonalban van a szerencsével, itt mellette a csillagok, szintén szerencsét hoznak, itt vannak a lehetőségek, és lesz mozgás, változik az anyagi helyzet, mert megnövekszik a bevétel, vagy lesz egy nyeremény.
Itt a ház utal az otthonra vagy ingatlanokra, és a hajó nem csak a reményt jelzi, hanem külföldi kapcsolatokat. Vagy külföldön egy ház vételét, és itt van a költözködés, itt vannak a szerződések. A fejetek fölött lévő kártya vagy kártyák mutatják a gondolatokat. Ha egy hölgy vagy, akkor megjelenik itt a felhő, ami azt jelenti, hogy számodra valami még átláthatatlan, különösen ami az otthont, a családot, esetleg az utazásokat, külföldi kapcsolatokat illet. Az ő feje fölött megjelenik a horgony, ami jelenti a munkát, a hivatást, és itt le akar zárni valamit. Vagy keres egy új munkahelyet, ez is lehet itt ez a változás, és itt láthatóak a szerződések. Ha egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és a hátad mögött megjelenik a ravasság. És itt a kígyó, az jelentheti a gyógyító erőt, vagy a megújulásokat, de jelent egy nőt is, egy hamis nőt itt a háttérben. De itt van köztetek a kasza, ami elvágja ezt a kapcsolatot, és te már szeptemberben hátat fordítasz ennek a ravasz nőnek. Azon kívül itt vannak a közelben az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltüntetik a ravasságot és ezt a hamis nőt, az egerek eltüntetik a tornyot, ezek a korlátozások, vagy egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, és itt ez a kártya utal vitákra, veszekedésekre, de az egerek ezt is lezárják, eltüntetik, tehát ez a bírósági ügy, vagy hivatalos dolog lezárul. De azért légy óvatos, hiszen ez a medve utalhat a főnökre, vagy egy bíróra, és itt van ez a hideg-rideg tartás, ezek is bizonyos korlátozások. De lesznek változások, hiszen itt van előtted ez a kép, a gólyák, ezek utalnak a változásokra, és itt alattad az utak jelentik a döntéseket. Itt van a mozgás, itt vannak a beszélgetések, és ez a gyermek utalhat természetesen a gyermekekre is, de jelent egy új kezdetet. És megjelenik itt a kereszt, ami szintén a döntéseket jelenti. Hiszen elérkeztek itt a sors utatokon ehhez a kereszteződéshez, ehhez a kereszteződéshez, és megálltok egy pillanatra, elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba. És pontosan ez jelenti ezeket a fontos döntéseket. Itt megvan a szerencse, kinyílik egy új ajtó, a lehetőségek, van mozgás, ez a kártya utalhat egy férfire is, itt lesznek fontos beszélgetések. Ami még fontos, ez a nyilvánosság, egy vonalban vagy ezekkel a kártyákkal. Itt vannak az halak, jelentik a belső értékeket, az anyagiakat, itt a mozgás, itt te vagy látható, és a nyilvánosság, az elismerés. Itt a háttérben a fa és a kígyó jelenthet egy gyógyító erőt is. Vagy amit a fa még jelent, hogy elfoglalod a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. Itt lesz egy kellemes meglepetés, kihat az érzelmeidre. A hold az jelentheti a vágyaidat, az álmaidat, és a virágcsokor a te szépségedet, vagy egy kreatív tevékenységet. De ez a nő a háttérben irigy rád, azért figyelj erre is oda.
És most megnézzük az egyes heteket. Első hét október hónapban itt látható. Valami még ugyan átláthatatlan számodra, de itt a remény, hogy lesznek változások, ami az otthonodat illeti, a családot illeti, vagy egy magán cég, egy magán vállalkozás, hiszen itt van ez a kártya, ami utal a munkára, vagy hivatásra is. Előfordulhat, hogy otthonról dolgozol, vagy az ingatlanok, külföldi kapcsolatok jelentenek itt egy fontos szerepet. Ami a koporsót és a házat illeti, ez lehet egy régi ház, például ennek a vétele. Itt megjelenik a nyilvánosság, megkapod az elismerést, és megvan a szépséged, kihat az érzelmeidre, a hold jelentheti az anyukádat, vagy az anyai érzelmeket is. Második hét, október hónapban itt látható. Egymás fele tekintetek. Itt lesz egy jó hír, itt van hozzá a remény, vagy ez a levél külföldről jön. Lesznek változások. Ő még kicsit zárkózott, a koporsó lezárja ezt a zárkózottságot, és nyitottabb lesz érzelmekről beszélni. Persze ez a könyv jelentheti a tudást, a továbbképzést, és a levél jelenthet szerződéseket is. Itt ez a kapcsolat ezzel a hamis nővel lezárul, hiszen a kasza elvágja ezt a kapcsolatot, és akkor kisüt a nap, kiderül a valóság, az is lehet, hogy egy más energiamező köszönt be rád, ezek is változások, hiszen fordul a kocka, javul a helyzet, megvan a gyógyító erő. Harmadik hét, október hónapban itt látható. Itt van a szerelem, a szerencse, a magabiztonság, kinyílik egy új ajtó, új lehetőségek, lesz mozgás, ez a kártya mindent jelent, ami mozog. Ez lehet sport, vagy autó, vagy költözködés, de lehet egy másik férfi is, aki rád tekint, gondol, rád visszatér a múltból. Itt lesz egy új kezdet, egy találkozás, beszélgetések, és a kereszt jelentheti azt, hogy a sors utatok újra kereszteződik. És itt vannak a fájdalmas emlékek, de az egerek ezt eltüntetik. Utolsó hét, október hónapban itt látható. Megvan a nyeremény, itt van a szerencse, kitisztul valami, lesznek jó kapcsolatok, barátságok, itt van az életerő, de azért vannak még nehézségek, ami a hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet jelent. Itt vannak még viták, veszekedések, nehézségek, de az egerek segítenek abban október végén, hogy eltüntetik ezeket a kártyákat, és november elejéig javulni fog itt a helyzet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!